Te csak a hősöket szereted, Vitai. A csinos fiatal hadnagyokat, a jókedvű, bolondos asszonyokat, akik pimaszul beszélnek az igazgatóval, és nem engedelmeskednek senkinek. Zsuzsanna szereti Abigailt. Ő már akkor is ráismert, amikor mindenki más vén szentimentális bolondnak tartotta. 1978-ban Zsuzs Éva elkészítette az Abigail című tévéfilm sorozatot, négy részben, összesen 290 perc, Szabó Magda azonos című regénye alapján. Az Abigailt szerintem mindenki ismeri és szereti. A kérdés, hogy miért ennyire jó? Miért sikerült ennyire jól ez a regény és az adaptált filmváltozat? Miért annyira felejthetetlen? Miért annyira magával ragadó? Vitai Georgina története, akit édesapja elhelyez egy Isten háta mögötti bentlakásos gimnáziumba, ami egy szabályos börtön, hiszen élete forog kockán. Édesapja az ellenállást vezeti, az 1943-44-es második világháborús időszakban, és igen sok forog kockán. Ez esetben a lánya élete is. Ezért helyezi el őt ebben a szigorú gimnáziumban, ahol élete megváltozik, és ahol gyermekből felnőtté válik. De nem csak ez történik, hiszen az egész történeten végigvonul a túlélés, az életben maradás aspektusa, amitől annyira izgalmas, amitől annyira feledhetetlen lesz, viszont egy harmadik aspektus. És ez a felébredés, a tisztánlátás, amit Vitai Georgina a történet végére magáévá tesz. Hosszú út ez, egy belső változás útja, amit végig kísér az, hogy Vitai Georgina egy igazi arisztokratikus jóléti életből bekerül egy olyan életbe, ahol társaival össze kell fogni, egymást segíteni kell, egymás szolgálatába kell állni, adni kell ahhoz, hogy előre jusson. És végigmegy ő ezen az úton. Ez a felnövés útja. Ez a felelősség vállalás útja. Ez a mások szolgálatának útja. Megtanulni, adni önzetlenül. Jézus tanítása vonul végig a filmen azoknak, akik nem ismerik Jézus tanítását. Elsősorban azoknak. Zsuzsanna testvér tisztán képviseli mindazt, amit Jézus tanított. Elsősorban a szívével lát az ember igazán principiumot. Ő az, aki látta, hogy ki Abigail valójában. Ugye az Abigail név az nyilvánvalóan a Bibliából származik. Azt az asszonyt hívták Abigailnek, aki segített Józsefnek és Máriának egy istállót találni, ahol megszülethetett Jézus. És miután megszületett, segített Máriának. Tehát egy segítő, egy jó akaró, egy szabályos csodatevő. Ugye Garas Dezső játsza Abigailt, aki mindvégig segíti Vitai Georginát és másokat is, hogy életben maradjanak. Egy embertelen világban ő az ember, és Zsuzsanna testvér látja őt, mert ő szívével lát. És Vitai Georginának és ez az egyik feladata, megtanulni látni, megtanulni tisztán látni, megkülönböztetni az igazságot a hamisságtól, megkülönböztetni, ki az, aki valójában jót akar, ki az, aki az életet szolgálja, és ki az, aki valójában álarcot visel, és be akarja csapni, udvarlója, kuncfőhadnagy.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, egy nagyon érdekes út, és ettől annyira feledhetetlen ez a film, ettől annyira érdekes és magával ragadó. És ezért van az, hogy igazából újra és újra érdemes megnézni, mert annyira sokat lehet belőle meríteni, annyira feltölt és inspirál, és megmutatja, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Mi az, amire igazán szükségünk van. És ahogy Jézus elmondta Nikodémusz mesternek, ahogy elmondta azt, hogy csak az láthat tisztán, aki újjászületik. Valójában Vitai Georginával is ez történik. Amellett, hogy felnő, egy felnőtt felelősségteljes ember lesz, megjön neki a történet végére a tisztánlátás. Hon Mici utolsó monológja, amiből egy részt idéztem elemzésem elején, egy tökéletes zárása ennek a filmnek. És egybecseng Jézus tanításával, hogy csak az láthatja meg az igazságot, aki újjászületik. És Vitai Georgina még olyan értelemben is újjászületik a történet végére, hogy új személy azonosságot kap a túlélése érdekében, hogy el tudják bújtatni, el tudják rejteni. Vitai Georginából Makó Anna lesz. És Makó Anna egy teljesen új, egy teljesen felnőtt, felébredt változata régi önmagának, aki oly sok mindent magával vitt ebből az első ránézésre ridegnek kinéző gimnáziumból, matulából, ahol nem csak saját magának szerzett feledhetetlen emlékeket, hanem számunkra is. Ha tetszett a filmelemzés, kérlek lájkold a videót, iratkozz fel, ha még nem tetted, és ajánld ismerőseidnek. Hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!